Forrás Rádió. Mindig veled. De többet már nem várunk a vendégünkre, mert hogy Húszvédra időközben megérkezett. Jó reggelt, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hivatalosan is megtudtam, hogy ő sminkes. És akkor maradjunk ennyiben így egyszerűen. Annyiben meglepetésként nem ért. Nem, hát jó, hát ismerjük egymást ugye már nagyon régóta, de hogy azért itt többen használják más megfogalmazásban, úgyhogy ha valaki sminkekkel foglalkozik. Igen, elég különböző megfogalmazásokban jelenek meg. Maradjunk a sminkesnél, de hogy te ezt elég professzionális szinten nyomod, nagyon sokat tanultál is, és nagyon sok kiegészítő kellék van most nálad, de ez csak egy töredéke gondolom annak, amivel te általában szoktál dolgozni. Pár egyszerű dologgal készültem, úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle. Na, van nyilván aktuális téma, ami miatt beszélgetünk most is, és pont egy évvel ezelőtt találkoztunk, és akkor... Igen, pont egy éve. Nagyon különleges dolgokat varázsoltál a mi arcunkra. Hát figyelj, kihívás lesz megint, mert hogy továbbra is ilyen bénák vagyunk a sminkekkel, mármint annak elviselésével, tudj, hogy bőgni fogunk, mert szemkörnyékén. Mit fogunk kapni? Mert mondtad, hogy ma például ilyen nagyon minimális stílussal készülsz. Igen, próbáltam egyébként pont műsor előtt így nagyjából összeszedni a gondolataimat, hogy mik azok az egyszerű, de nagyszerű sminkek, amiket bárki el tud készíteni, tehát nem kell sminkesnek lenni, hanem totál laikusként neki lehet otthon állni. Úgyhogy ennek jegyébe készültem ma én is, bár én hoztam nektek kontaktlencséket is, de gyanítom, hogy abból nem lesz ma sok minden. Jól gyanítod. Jól gyanítod. A világból kifutok Fédre, Alapból, fú, szerintem nagyon sokan háklisak arra, hogyha a szemüket piszkálják, vagy hát nem tudom ki, hogy van vele, én biztos, hogy fú, az attól én ki vagyok, mint jó, a kutya. Jó, hát én úgy voltam vele, bevallom őszintén, hogy én sem mertem berakni ezeket a kontaktlencséket, mondom. Ja, majd, gondoltam, majd ez a két mi a rádióba hátra. Vagy a Zoli, mondom, hát, ha valaki bevállalja. De folyjon ki ezeknek a szeme. Na, hogy igazából itt van tényleg több ilyen kontaktlencsét hoztál, és hogy a minimális stílus az azért szerintem ez nagyon meghatározó, hogy nem feltétlenül a sminkből hozott ki mondjuk a maximumot, hanem hogy tényleg nagyon letisztult smink mellé egy ilyen jó piros szem például a mai tematikához kifejezetten menne. Figyelj, egyébként, hogyha lenne kontaktlencsém, és hozzá lennék szokva, mert állítólag ez egy ilyen rutin mozdulat annak, akinek van. Igen, nekem nincs, meg soha nem is volt. Nem, nekem se, úgyhogy azért nem ismertem így kacérkodni vele, hogy akkor most kezdem el, és akkor így félszemmel végig rádiózunk ma. Hú, az nagyon kemény lenne. Na, azon a helyzet, hogy amikor érkezik a Halloween, akkor gondolom, nyilván sokan beleállnak ebbe, és ahogy mondod, ugye sokan otthon próbálják meg akkor ezeket a sminkeket elkészíteni. Hogyan álljanak neki, hogy nyilván a nők azért úgy nagyjából képbe vannak, hogy milyen termékeket kell használni annak érdekében, hogy legalább egy minimalista stíl, vagy a hétköznapokban is használt smink jó legyen. De azért az sem mindegy, hogy milyen alapanyagokból indulsz neki ennek. Pont egyébként annak kapcsán készültem ilyen nagyon minimállal, mert az egyik kedves vendégem felhívott, hogy mivel tudná felpörgetni így a halloweeni sminkjét, és akkor eszembe jutott, hogy igazából csak kettő alapanyagra lesz szüksége, és már tök látványos sminket tud készíteni. Tehát akár egy világos korrektor, fehér gyanánt, meg fekete, egy fekete tussal. A világos korrektor az, tehát annak nagyon világosnak kell akkor lennie. Igen. Egy kicsit ilyen falfehér feelinget mutasson, teljesen. Hogy nem vagy jól. Tehát... Igen. Hogy nem vagy jól. Ez nem jó, vagy jól. Nem vagy jól. Tehát, hogy azért vagy ilyen falfehér, mert nem vagy jól, de hogy akkor azt lehet imitálni azzal, hogy egy ilyen korrektort használsz. De mondjuk nálatok arra gondoltam, hogy ezt a fehér korrektort arra használom, hogy varrás mintákat csinálunk, és minthogyha megcsillanna a varrás tetején a fény, biztos, hogy láttatok már hasonlót. Én láttam, igen, ez jól néz ki. Vastag cérna, és mint a megcsillan a tetején a fény, az a korrektor nálunk. Jó, ez izgalmas lesz. Most akkor nem fogunk annyira mély vízbe belevágni, ugye, tehát nem lesznek ilyen nagyon durva a smink dolgok nem, az arcunkkal, hanem nagyon minimálisra vesszük most akkor a formát. Jó, kicsit beszélgessünk még, akkor vázoljuk fel, jó, hogy mit is lehet körbejárni ilyenkor a Halloween tematikáján belül, és akkor innen folytatjuk a beszélgetésünket, aztán hamarosan ráállunk, tényleg a gyakorlatba ültetjük majd azt. Igen. Hogyan leszünk mi horrorisztikusabbak, még ennél is horrorisztikusabbak. Húszvédre tehát ma reggel a vendégünk, a sminkes, és akkor a mai témánk a Halloween. Kettő perccel vagyunk 8:45 előtt, és továbbra is a Halloween a témánk. Hát mi más lenne, így vágunk neki ennek a hétvégének, és akkor egy kicsit a maszkírozásban is próbálunk otthonosabban mozogni. Ebben segítségünkre van Húszvédra ma reggel, sminkesként vagy jelen. Mondod, hogy már reggel nekiállsz most te is dolgozni, egyébként sok felkérésed van ilyenkor Halloweenkor? Igen, ilyenkor azért mindig meggyarapszik a kreatív sminkeknek az elkészítése, meg hát nagyon sokan tartanak otthon is halloweeni bulit, úgyhogy ez így szerencsés időszak a sminkeseknek. Mik a legtrendibb maszkok, sminkek ilyenkor, amiket kérnek? Igazából, ami egy örökérvényű dolog, hogy a horrorfilm főszereplői, tehát hogy az egy kifogyhatatlan tárház.
A másik, ami most szintén nagy szenzáció, azért ez egy csajosabb vonal, ugye a Marilyn Monroe-nak jött több dokumentumfilmje, úgyhogy a csajok ugye ráálltak arra, hogy akkor mindenki Monroe sminkbe. De ugye azt már el lehet vinni Monroe zombiként sminkbe, tehát hogy így... Ez a halott mennyasszony feeling, ugye? Aha, azaz. Kicsit szerintem az is egy klasszikus pont, amit mondasz, a halott mennyasszony, az is egy örök érvényű mesefigura. Én az amerikaiak csinálják azt, ugye onnan jön nyilván ennek az egésznek az őrülete, Magyarországra is onnan csöppent át, és hogy ők csinálják azt, hogy általában jelenleg is tevékenykedő énekesek és előadók, vagy híres emberek bőrébe bújnak bele. Na most néztem itt direkt magam mellé, a képet el is mentettem, megvan a paparócs, nem? És annak az énekese. Meg. Szénné tetovált ember. Ő is mindig ilyen halálfejes pólókat hord. És van becsomagolva, meg tudod venni, hogy az a srác a paparócsból, ez a neve a terméknek egyébként, és az ő ruházatát árulják ilyen all size méretben. Tehát, hogy direkt Halloween-re. De nem semmi. És hogy ő, mert hogy ugye vannak olyan karakterek, akik kb. Beilleszthetők bármelyik Halloween-i témába. Avril Lavigne most a divat. Például a 2022-es divat az Avril Lavigne Halloween-ra. Azt mondjuk meglep, mert mondjuk aki nekem elsőképp eszembe jutott, a Michael Jackson. Tehát nekem ő olyan figura, hogy akkor felveszel egy kalapot, amit beszéltünk, fehér arc, látszik, hogy nem vagy jól. Igen, és akkor arra nem is beszélve, hogy neki volt azért egy ilyen horrorisztikus tematikájú zenéje, igen. Ahhoz a videoklip is, ugye, a Thriller. Tényleg. Ugye? Na mondjuk, az nem jutott eszembe most, hogy mondod. Ugye? Hát tessék, ott vannak a zombik. Figyelj, én emlékszem arra, hogy neked voltak ilyen kihívásaid, és te szeretsz ezekbe a kihívásokba beleállni. Tehát az egyik sminked, amit pont saját testedre, saját fejedre varázsoltál. Igen, ez a tavalyi. Tavalyi, az nagyon látványos volt. Akkor átment, hogy nem igaz. Igen, az egy tényleg hatalmas projekt volt, bár még most is hozzá kell tennem, hogy a csapatnak is köszönet, tehát hogy nélkülük azért ez nem jött volna létre, mert kellett hozzá a körítés. Azért nehezebb saját magadat sminkelni, nem? Egyébként nem, képzeld, sokkal gyorsabban megvoltam. Ahhoz képest, hogy mondjuk egy óra egy alkalmi sminkén, 3 óra alatt magamra pattintottam azt. Mit tudsz javasolni azoknak, akik tényleg bátorkodnának akár erre a hosszú hétvégére is magukra sminket varázsolni, viszont túl nagy rutinjuk nincsen. Tehát, hogy mihez nyúljanak, miként kezdjenek neki, és hogy melyek azok a témák, amiket érdemes választani ilyenkor mondjuk első körben? Mondjuk a csontváz. Az azért megint egy egyszerű vonal, tehát azért húzol egy vonalat a szádhoz, belecézed, akkor azt feketére befested a szemedet, orrodat, gyakorlatilag látványos és egyszerű smink. A másik, amit ugye előbb is említettem, hogy nektek is készültem, ezek a különféle varrás minták, meg esetleg otthon elkészíthető sebek. Tényleg ilyen egyszerűbbre gondoljatok, hogy akár egy szempilla ragasztó zsebkendővel rá alapozó, bele rúzs, és már tényleg úgy néz ki, mint egy lőtt seb. Nyilván nem egy profi módon, de laikusoknak tökéletes. Simán magamtól fejből is összehoztam volna. De neked egyszerű, igen. Úgy, ahogy a kocsiddal, nem? Te csak odamész, lefejeled a kis rácsot. Azt... És az előtti oszlopot szoktam lefejelni. Meg kis csak autóban. Egyszer. Azóta is ezt kapom. Hozta nekünk művért. És akkor az is itt ma rá lehet csöpögtetni. Egyébként egy nagyon markáns, jellegzetes mély színe van. Igen. De hogy ez ott is marad az arcodon, mivel lehet ezeket aztán később lemosni, mert így arra is kell gondolni, hogy előbb-utóbb a partinak vége lesz. Mondjuk ezt a művért nagyon könnyen le lehet mosni, meg még az a különlegessége, hogy talán tavaly is talán cseppentettünk a szátokba, hogy mentolos íze van, tehát ehető is. Úgyhogy ugyanúgy rá lehet tenni fogakra. Illetve a masszívabb sminkekre azt szoktam ajánlani, hogy mindenkinek van otthon olaj, bármilyen olaj, de a legjobb a kókuszolaj, cseppentesz a zsebkendőre, és rögtön lehozza. Azt a mindenit, elég csak egy hatalmas cseppkó. Klasszik sminklemosó, mert azt gondolom azért, hogy általában van otthon. Hát azért egy micellás víz is jó hasznát tudjátok venni, de azért itt már erősebb anyagokról van szó, tehát egy olajossal kéne nekiállni. Jó, még azért van egy pár kérdésem a fejemben kialakulóban, így a sminkekkel, meg annak konzerválásával kapcsolatban is, úgyhogy mindjárt innen folytatjuk, tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet. Úgyhogy készíts lassan ezeket a kis kiegészítőidet, mert nem sokára a mi arcunkra is kell, hogy kerüljön valami nagyon minimál, mert ugye pont ezzel készültél ma. Ma a vendégünk tehát itt a Caféban 20 fédra sminkes, és hát leginkább ugye a Halloween témáról beszélünk. Fél kilenc előtt vagyunk 2 perccel, és a Halloween témájában nyakig beleugrottunk. Itt van velünk 20 fédra sminkes a stúdióban, és itt mondod, hogy a különböző kellékeket, kiegészítőket néha másra is használod, mint ami a rendeltetés szerű használata. Itt például elővettél ilyen műszempillákat, hogy úgy néznek ki, mintha pókok lennének. Igen, igen.
Ez miket most... használsz még erre? Hogy jöttél erre rá egyébként? Igazából egy videóban láttam én is, és gondoltam, hogy ez tök jó ötlet, és pont ezt szoktam még javasolni sokaknak, hogy nézzenek körbe egyébként itt a közösségi médiában, mert rettenetesen jó ötleteket találnak, és ez a pókos szerintem zseniális, mondjuk a végig gondolom, én is többször ijedtem már meg saját magamtól, amikor rám ragadt egy szempilladarab. Roland minden egyes reggel megijed saját magától. Én már hozzászoktam. Te már hozzászoktál? Nem, nem. Ha valakivel random összefutok hajnalban az utcán, akkor esetleg ő megijedhet. Ja, igen, mások ijednek, nem te ijedsz meg saját magadtól. Azért ez a smink téma, ez egy ilyen lifelong learning, tehát hogy ilyen soha nincsenek vége, én úgy látom, hogy nem, te is mindig soha. Képzed magad. Te is nézed ezeket a praktikákat, trükköket, tehát hogy érdemes is, tehát te magad is beleállsz, nem is akkor... fejleszted, de miként lehet még egy idő után fejlesztened saját magad? Hát azért itt még bőven lenne hova, tehát mondjuk azért vannak ezek a filmes iskolák, maszkmesteri képzések, tehát oda én is szívesen jelentkeznék, csak egyelőre én még a glamour vonalon mozgok, és akkor Halloweenkor egy kicsit bevadulok, ott kiélem magam 2 hétbe, és akkor vissza a szokásos kerékvágásba. A szokásos kerékvágás nálad azt jelenti, igen, hogyha már így nagyon bekategorizálunk téged, akkor te ugye nagyon sok esküvővel foglalkozol. Igen. Leginkább ugye az a fő profil, de hogy ezen kívül azért nyitott vagy bármilyen más tematika felé is. Persze, azért így meg szoktak keresni néha hajmeresztő témával is, de a leggyakoribb azért tényleg az, hogy akkor bemutatókra hívnak, mondjuk azért ilyen mennyasszonyi, ami jellemzőbb, fotózások, tehát tényleg csak egy ilyen átlag sminkesként tevékenykedek, ha tudom így mondani. De ezek egyébként ilyen szakmai kihívások is, például Halloweenkor? Teljesen, abszolút. Tehát az, hogy elképzelsz magad előtt valamit, és így kigondolod, hogy hogy fogod megcsinálni, és így gyakorlatban rájössz, hogy hát ezt lehet, hogy mégsem, és tök jó, hogy így végig gondolod, hogy miket tudnál felhasználni más célra. Aha, de ez kell nyilván akkor a kreativitás, meg a gondolom a rutin is, hogy már tudd azt, hogy mondjuk amit elképzelsz, azt milyen alapanyagokból, meg milyen technikával tudod te létrehozni. Igen, tehát mondjuk én is látok, most ugye nagyon népszerű, hogy sebeket csinálnak. De hát nyilván ugye ez egy filmes technika, én azért nem erre vagyok berendezkedve, viszont amit előbb mondtam nektek, ez a zsepis, alapozós, rúzsos téma, simán le tudod hozni, hogy otthon is megcsinálod, úgyhogy így próbálom mindig átkonvertálni az agyamba, hogy akkor miből lehet nekihozni valami nagyon hasonlót. Ez tök jó, ez a gondolkodás, mondom, nekem ez tetszik, nagyon. Na, és akkor most beszéljünk egy kicsit a férfiakról, mert hogy igazából... Roland? A férfiak... Azt mondta férfiak! Őt hagyjuk én most akkor ebben a dologban. Tehát ebben a helyzetben viszont ugye azért kell beszélnünk a férfiakról, mert egyre jellemzőbb, hogy azért a férfiak is foglalkoznak a saját arcbőrükkel, odafigyelnek a megjelenésükre, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer-kétszer mondjuk ők is sminket kapjanak. Nyilván különböző eseményeknél azért náluk is fontos, hogy ne csillogjon az arc. Ők hogy állnak ehhez a témához? Hát, nehezen. Főleg ugye egy esküvőt tudok felhozni példának, ott egyébként a mennyasszonyok szokták kérni, hogy akkor mi lenne, ha a vőlegényükre is kerülne valami. Hát sokszor látom a vőlegényük arcát ilyenkor, és vagy megmentem a helyzettől, vagy hogyha én is azt látom, hogy kelleni fog egy minimális korrektor, vagy mondjuk egy púder, hogy ne fényesedjen át, akkor azért belemegyek, de nem jellemző még most sem annyira. Pedig mondják ki, hogy egyre gyakrabban az lehet látni olyan videókat, oktató videókat, olyan nagyon maszkulin férfiakat, akiknek például azért van ilyen óriási követési táboruk, mert hogy mennyit foglalkozik saját magával. Igen. És egyébként már a barber shopok is egyre inkább ráállnak, ugye, hogy ott nem csak arról van szó, hogy szörtelenítik a fejedet, hanem ott komplett szervizt kapsz. Komplett kezelés. Aha, igen. És akkor a végén a púder, minden, tehát hogy ott a csitti fitti patikára. Tehát nincs ezzel alapvetően gond, de valahogy a férfiak még kevésbé nyitottak erre a dologra, nem? Hát azt szoktam mondani, hogy az a probléma mondjuk egy esküvőnél, hogy mivel ti férfiak nem szoktatok hozzá egy sminkhez annyira, mint egy nő, hogy nem tudtok rá vigyázni. Tehát most gondold, hogy fehér ringben odaállsz, és rutinból megtöröd az ingujjával a homlokodat, rögtön lehúzod az alapozót, lesz egy folt az arcadon, lesz egy folt az ingeden. És akkor igazából nagyobb galibát csinálunk, mint hasznot. Az várja, hagyjál az ilyes, még le is eszi a fehér ingét, úgyhogy... Na, hát ott aztán sok minden kerül rá. Lenne, tudod, tehát legalább több színű. Azt már nem fogod a sminkre, azt már nem annak a hibája. Igen, tehát egy fotózáson tök jól megállja a helyét, és kell is, hogy ugye a homlok azért mat maradjon, de egy esküvőnél nagyon necces, mert azért meleg van, nyáron van a legtöbb esküvő, és a srácok nagyon izzadnak. Jó, figyelj csak, abban adj még nekünk tanácsot egy kicsit, hogyha valaki nagyon sűrűn használja a sminket, a nőknél ez általában elő szokott fordulni, napi szinten akár egy alapsmink felhordása korán reggel, és akkor azzal indulnak a munkába. Nyilván egy idő után azért nagyon nem mindegy, hogy milyen termékeket használsz, meg hogy mi fedi a bőrödet, mert akár ennek rossz tulajdonság, rossz hatása is lehet a bőrödre nézve.
Hát igazából ezek az új anyagok már egészen máshogy tevődnek össze, mint a régek, illetve annyira sokat fejlődött a nők arcápolási rutinja, meg annyira sok praktika elérhető a neten, hogy ezzel nem szokott probléma lenni. Tehát, hogyha alaposan letörlöd és után kezeled a bőrödet, akkor nem károsítja a smink egyáltalán. Vannak trendek? Akár, ha nem is évről évre változó trendek, de mondjuk ilyen időszakosan megjelenő trendek, hogy már pedig a sminkvilágban most ez jellemző. Lehet letisztultabb, lehet, hogy valamelyik szín jobban bejön. Mi az, amit látsz mostanában 2022-ben, hogy idén hát mi a trend? Most teljesen a naturvonalat viszik. Uh-huh. Tehát mondjuk, ami hatalmas trend, és nem tudom, hogy ti találkoztatok-e már vele, ez a laminált szemöldök. Kérlek, parkettát rendeltem most. Én is külön-külön össze tudom rakni. Tegnap pakoltam be. Azt tudom, hogy az miből tevedek, de milyen a laminált szemöldök? Szemöldöket befontad az árától. Igen, úgy képzeld el a szemöldököt, mintha egy zselével fel lenne fésülve, és felfelé áll. Tehát gyakorlatilag sűrűbbnek tűnik optikailag a szemöldök, és vastagabbnak. Most küldtem át neked egy csokrot. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes szemöldökök. Nagyon rossz szemöldökök voltak. Úgyhogy ezt otthon is lehet csinálni, tehát tök sokan zselével, géllel, szappannal, átlátszó szappannal felfésüljük a szemöldőket, és ez hatalmas trend most. Induljunk már, drága, belövöm a sérom, és a szemöldököt. Igen. Zselét, így be, és akkor beállsz a tükör elé, ezt belövöd. Hajzselé és szemöldök zselé. Zseniális. Hogy milyen trendek vannak, látod, hogy ennyire nem tudjuk tartani a lépést a trendekkel, így és jó, hogy jöttem ma, nem? Le vagyunk maradva. Estére valamit, hogy bedobok majd jó kis izét. De megvan nem a fekete, tudom, piros szett, akkor onnantól kezdve a tükör elé beállsz, és belövöd szépen a szemöldöködet, jó? Nagyon jó, ez így esti parti szettnek, ez tök jó lesz. Gondold el egyébként, hogy milyen vastag lenne, akkor úgy a szemöldököd. Hát legalább a szemöldökön vastag lenne. Még a derekadon kívül, igen. Jó van, Frida, kicsit elmarhuljuk itt a dolgokat, de egyébként nagyon komolyan vesszük, mert hogy nagyon fontos. Tehát vannak ilyen döbbenetes átváltozások, pont múltkor még mielőtt megérkeztél volna, emlegettem az IE Solonnak, hogy vannak olyan sztoriaid, amelyben bemutatod, hogy miből mit tudsz varázsolni. Igen. És hogy ez igazából egy marha nagy művészet, mert hogy óriási nagy különbség tud lenni. Mit javasolsz, főleg így az esküvői vonalon, azért az megdöbbentő, hogyha valaki mondjuk oltár elé állt, ez nem az a nő, akivel én együtt élek a hétköznapokban. Ott azért érdemes figyelni a limitre, nem? Igazából teljesen a csajok döntése, tehát ott akkor ők elhatározzák, hogy ők hogy szeretnének kinézni, és akkor a vőlegényük meg alkalmazkodik. Mindig örülni szoktak egymásnak, úgyhogy ezzel nem szokott probléma lenni, szerencsére. Húha, te az én drágám vagy, igen. Mert vannak azért nagy transformálódások, tehát biztos. Persze vannak, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy mi most natúrral látjuk reggel a mennyasszonyt, akár mondjuk te is, viszont ő a hétköznapokon meg sminkeli magát erősen, tehát azért ott meg az lenne fura, hogyha ő natúra menne férjhez. Ja, szóval a natúr idén az jellemző leginkább teljesen a sminkekben is. Aha, de egyébként egyre több vonalban, tehát hogyha divat más szegmenseiről beszélünk, akkor szerintem ott is visszajön most leginkább. Hát igazából ez egy folyamatosan változó trend, tehát ki tudja, lehet, hogy most jövőre újra visszajön az, hogy akkor besatírozzuk erősebben. Uh-huh. Jó, kíváncsian várom, lekövetjük. Jövőre is biztos, hogy beszélgetni fogunk. Majd ja, ki tudja, hogy jövőre mit csinálunk. Álljon, essünk neki magunknak, egymásnak, te nekünk leginkább, jó, így az arcunknak, és ja, akkor remélhetőleg most nem fogunk zokogni, bőgni, mert hogy talán nem ezt lesz. A saját nevedbe mond. Masszív, hát múltkor bőgtél, mint egy gyerek, mert a szemkörnyékeden azért te is érzékeny vagy. Mondom, most is így lesz, ha neki állja a fejbe piszkálni, akkor most is így lesz, igen. Jó, lehet, hogy csak egy kis pókot kapsz. Na, az jó, azt jó, azt adom. Jó lesz. Akkor itt most nekiveselkedünk egy kicsit a melónak ide bent a stúdióban. Fédra, nagyon-nagyon köszönjük egyébként, hogy időt szakítasz ránk, és akkor nagyon kívánom, hogy éld ki magad ebben a halloween időszakban. Köszönöm szépen, így lesz. Látom, csillog a szemed. Igen, most nagyon felcsillant. De jó. 20 Fédra sminkes, tehát vele beszélgettünk így ma reggel. Most egy kicsit akkor elvonulunk, azért mert akkor itt most ilyen nagyon komoly sminkelés fog történni, minimálba fogjuk tolni, és akkor ennek a végeredményét is majd megörökítjük, és akkor láthatjátok a Facebookon. Forrás Rádió. Mindig veled!